Mai adásunkban néhány a Soproni Egyetem erdőmérnöki karán vizsgált témába pillanthatnak be. Látogatást teszünk a farontó bogarakkal foglalkozóknál. Megismerkedhetnek az erdők felmérésének technikájával, az erdei vadkár fogalmával, sőt az egyetem saját méhészetével is. Először azonban vizsgáljuk meg az erdők vízgazdálkodását. Hazánk a teknőben fekszik, ugye elvileg eső esetén mindenhonnan le kell, hogy folyjon a víz. Azonban mégis előfordulnak, és egyre gyakrabban aszályok. Mit tudnak ezen a helyzeten segíteni az erdők? Hát az erdők alapvetően nagyon komplexen gazdálkodnak a vízzel, és stabilizálják tulajdonképpen a vízforgalmat, bár a legnagyobb vízigényű társulás, de mégis elér olyan vízkészleteket az erdő, a mély gyökérzetének a következtében, aminek a hatására ő a környezetét temperálni tudja, és ezáltal tulajdonképpen hűti a környezetet. Amikor először itt voltunk, akkor napközben ez a patak nagyon komoly vízhozamot hozott. Mikor megérkeztünk, semmi víz nem volt benne. Majd másnap reggelre nem is volt eső, elkezdett folyni. Mi ennek az oka? Ennek az oka alapvetően a növényeknek a pároloktatása. Itt a vízfolyásmenti vegetáció alapvetően erdő, égerliget, és az égerliget eléri ezt a felszínközeli talajvízkészletet, amiből a pataknak az alapvízhozama táplálkozik. Ezek ilyen kis szivárgók, források formájában belépnek a mederbe. Tulajdonképpen egy ilyen fluktuáló talajvíz tükör van, ennek a maximum a hajnalban, a minimum pedig délután van, és ennek a függvényében, ennek a talajvíz tükörnek a függvényében pótlódik a pataknak a vize, illetve fogy el a délutáni időszakra. Ugyanez megvan a talajnedvességben is egyébként. Ebből számolható a növényeknek a vízfelvétele is. Évi hány milliméter esőnek kell esnie országosan ahhoz, hogy ne szenvedjenek kárt az erdők, vagyis hogy így működni tudjanak? A mi klimatikus viszonyaink között ez durván olyan 600 milliméter. Jelentős része az országnak az ilyen szempontból az erdők számára egy kedvező területet jelent, viszont a klímaváltozással, valószínűleg a hőmérséklet emelkedésével ez a csapadék összeg igény is nőni fog, és az alföldi területeken, ahol a csapadék már nem elegendő, ott igazából a többletvizek jelentenek az erdők számára egy fennmaradási lehetőséget. Ez az eszköz is például, ez a kútszerű dolog, ez milyen célt szolgál? Ez egy vízhozammérő műtárgy, a kísérleti vízgyűjtő kifolyási szelvényében, tulajdonképpen egy trapézszelvényű bukónyíláshoz kapcsolódóan egy csillapított vízszintet mér, itt egy nyomásszonda, és a nyomásszondának az adatait láthatjuk itt, ami tulajdonképpen vízállásban van áttranszformálva. És ebből a vízállásból mi kalibráló méréseknek a sorozatával készítünk vízhozamidősort. A mi vízhozamidősorból például éves szinten az éves lefolyást tudjuk számolni, de ebből a napi hullámzásból lehetőségünk van arra is, hogy a vízfolyásmenti vegetációnak a pároloktatását meghatározzuk. Hogyha árhullám jön, tulajdonképpen azt tudjuk megmondani, hogy az erdő mennyi vizet tart vissza a lehulló csapadékból, illetve mennyire domináns itt az összegyülekezés. Városi területen is van hasonló mérésünk, és a különbségek nagyon jelentősek. Tehát sokkal pusztítóbb árvizek jelentkeznek egy olyan területen, ahol burkolt felületek vannak, mint egy ilyen pufferolt területen, ahol a beszivárgás szinte korlátlan, és ezáltal lelassul a víznek a mozgása, mert a felszín alatt történik, és nem a felszínen folyik le. Van lehetőség arra most itt, hogy ezt gyakorlatban is meg tudjuk nézni? Igen. A vízállást például a vízmércén általában manuálisan észleljük, és azt kalibráló adatként adjuk be a számítógépbe. Nézzük meg a vízmércén. A vízállásunk most ezen a vízmércén 1,2 cm. Ez ugye függőlegesen értendő. Amikor a nagyobb árhullámok jönnek, akkor egészen ilyen 60-70 centig megemelkedik. A vízállás és a vízhozam durván olyan 5-6 köbméter per szekundumot bír el ez a műtárgy. Itt egy vízfolyásmenti területe jellemző égerligetnek a vízforgalmának a mérése folyik. Ezen az oldalon egy keresztszelvény mentén húzódnak fel a domboldalba a talajvízkutak, a másik oldalon pedig egy háromszög hálózatban találhatók. Ezek ilyen kismélységű, saját készítésű talajvízkutak, 2-3 méteres mélységűek, az alsó egy méterükön vannak durván szűrőzve, és ahogy megnézzük, itt a felszínhez közel
tulajdonképpen néhány deciméterre található a vízszint, Gábor, hogyha megnézed, akkor igen. látszik. Tehát ez a nyomásszonda része, ez pedig az adatgyűjtő része, ami vízállást mér szintén, hasonlóan, mint a vízhozammérő műtárnál, csak itt a talajvízszintet méri. Szervusz! Szervusz, Gábor! Kérlek szépen, van egy ilyen vicces kis mondás a fejemben, hogy a nagy szó a padlóban perceg, a kis szó pedig másodperceg, pedig ez a szúbogár nem is az a szúbogár. Most akkor melyik az igazi? Igazad van, ez a szúbogár nem az a szúbogár. A legtöbb ember azt a szúbogarat ismeri, amelyik a versekben van, meg ami otthon netántán a kredencet szétrágja, vagy mindent, ami fából van. Azok a bogarak, amik az erdőben, mint például itt ebbe a lucfenyvesbe problémát okoznak, azok a valódi szúk, rendszertanilag az ormányos bogarakhoz tartoznak. És azt gondolná az ember, hogy ezzel érzékelnek sok mindent, ezzel szagolnak ki sok mindent, holott nem, az érzékelő szerveik azok a csáp végén vannak, nagyon érzékeny kis érzékelő szőrök, és ezt a finom illatérzékelést használjuk ki mi abba, hogy ezeket a bogarakat monitorozzuk, megnézzük, hogy egy-egy területen mennyi van belőle. Mennyire komoly itt a helyzet? Rendkívül komoly a helyzet, hiszen 30 évvel ezelőtt még 10 000-es nagyságrendű hektár volt lucfenyő. Magyarországon ez már a néhány száz hektárra zsugorodott. Nagyon sok területről teljesen eltűnt, még itt a nyugati határszélen, Sopron, Kőszegi hegység, Őrség, itt még van azért, bár egyre ritkább, hogy ilyen módon elegyetlenül lehetne azt látni, sokkal inkább elegyesen más fenyő és lombos fajokkal elegyesen fordul inkább elő. De ez nem csak Magyarországra igaz, hanem a környező országokra is. És mi az oka annak, hogy a szúbogár így tud terjedni? Az egyik talán az, hogy a klímaváltozással nagyon sok a meleg nyári időszak, ami azt jelenti, hogy legyengülnek a fák. A fák, a fenyőfélék a gyantatartalmukkal tudnak védekezni a bogarak, főleg a szúbogarak ellen, és azért pusztul el, mert pont azt a kéregrészt fogyasztja el, ami a táplálék, illetve a víz szállításban a leglényegesebb, és gyakorlatilag szomjan hal, ha így nézzük, a fa maga. És van valami megoldás arra, hogy ellen tudjunk állni ennek a szúbogárnak? Igazán a legjobb megoldás az, hogyha ezeket a területeket, mint amilyen ez is, itt más erdők legyenek a közeljövőbe, tehát lombos, tölgy, bükk, elegyes erdők, amiért itt is vagyunk igazából, amivel lehet ritkítani is őket, de talán még fontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy mennyi van belőle egy adott helyen. Ez egy szúcsapda, ahol a lényege gyakorlatilag ebben a kis barna kapszulában van. Ez egy olyan anyagot tartalmaz, amit a szúbogár akkor bocsájt ki, mikor berágja magát a kéregbe. Akkor a rágcsálékkal együtt olyan illatanyagokat bocsájt ki, amik ugye a kéregcserepeken ott meg is maradnak, amire a fajtársak repülnek, hogy itt táplálék van, itt lehet enni. No, ezt mesterségesen elő lehet állítani, egy ilyen kis kapszulába ide kihelyezni, ezt érzékelik itt a környékben levő bogarak, akár több száz méterről is, és repülnek. Ahogy repülnek, neki repülnek ennek a műanyag lapnak, itt különböző rések vannak, ezen belepotyognak, és itt a végén van egy ilyen tölcséres vagy varsa kialakítású gyűjtő edény, amibe itt összegyűlnek gyakorlatilag a bogarak. Van is benne elpusztult bogár. Van itt jó néhány, bár igazából ez most nem sok. Amikor rajzanak a bogarak mondjuk tavaszi időszakban, akkor ez az edény ez negyedik félig szokott lenni, tehát több 10 000 bogár is lehet egy-egy ilyen csapdában. Itt a Soproni hegyvidéken van 12 ilyen csapda, ahol a tanulmányi erdőgazdasággal közösen azt monitorozzuk, hogy mennyi bogár van, mikor rajzanak a bogarak. Ezek a csapdák és egyáltalán ezek a monitorozó rendszerek arra nagyon jók, hogy mind a gazdálkodó tudja, hogy milyen problémával fog szembesülni. Nekünk pedig arra jó, hogy ennek van egy olyan adatsora is, amit mi felszoktunk használni a kutatásainkban, mert nagyon sok olyan bogarat is befog, olyan szúbogarat, amiről korábban nem nagyon tudtunk. Reméljük, hogy sikerül majd megoldani ezt a dolgot is, megmaradnak a lucfenyők. Igen, köszönöm szépen. Hogyan kell felmérni egy erdőt? Nagyon fontos, hogy pontos adatokat és helyadatokat tudjunk róluk, mert egy komoly értéket képvisel. Egy hektáros ilyen idős erdő akár 20 millió forintot is érhet, a fakészlete csak. Ezért nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk a határait, mekkora területtel kell gazdálkodnunk, és milyen faállomány található rajta, milyen magas. És ehhez különböző
technikákat alkalmazunk, hagyományos földmérési módszereket, de akár távérzékelési eljárásokat is. Mit jelent a távérzékelés? Ugye van aktív és passzív távérzékelés. Az elsőnél valamilyen radarhullám vagy lézeres jelet bocsátunk, és visszaverődik a tárgyról, és ezt érzékeljük. Készítünk légi felvételeket, készíthetünk lézeres letapogatást, ami egy nagyon sűrű pontfelhőt eredmény, ez egy térbeli modell, amelyből a faegyedeket, alakját, törzsét, koronaméreteket le tudunk szűrni. És műhold képeket is felhasználnak az erdőtérképezéshez? Igen, azok is készítenek, főleg az erőforrás kutató műholdak, felvételeket az erdőkről, digitális felvételeket, amelyeket leküldenek. Nyomon tudjuk követni az erdőket, az egészségi állapotukat, a károkat, erdőtüzet, asszálykárt. Meg lehetne ezt nézni a gyakorlatban is akkor? Igen, abszolút, megmutatom. Mi az az erdei vadkár, és milyen nagyságrendű ez hazánkban? Ja, ha vadkárról beszélünk, akkor alapvetően kétféle vadkárt különböztetünk meg, a mezőgazdasági vadkárt, meg az erdei vadkárt. Az emberek számára a mezőgazdasági vadkár nyilvánvaló, hiszen kimegy a szarvas, a vaddisznó a mezőgazdasági területre, ott túr, tapos, rág és kárt csinál a mezőgazdasági terményekben. Erdőben tipikus vadkár forma a fiatalosok rágásával és ezzel a csemeték elhalását vagy lassúbb növekedését okozó kár, illetve egy nagyon tipikus erdei vadkár még a tölgyfélék makjának az elfogyasztása, ami megint csak az erdőnek a felújítását akadályozza meg. Milyen módszer van arra, hogy csökkentsük ezeket a károkat? A mechanikai védelem az egyik ilyen, tehát a kerítésépítés, ami hát meglehetősen drasztikus beavatkozás nyilván az erdő és a vad életébe egyaránt. Emellett esetenként szoktak villanypásztort építeni, ami ugye egy időleges távoltartását jelenti a vadnak, hogy abban az időszakban ne férjen hozzá a felújítási korú erdőhöz, amikor ő leginkább ki van téve a károsításnak, vagy például a vaddisznó kártétele ellen szoktak olyan alacsony kerítést építeni, ami csak a vaddisznót tartja távol, és mondjuk a szarvas ezen a kerítésen be tud ugrani. Az a furcsa, hogy 60 évvel ezelőtt, amikor 5000 vaddisznót lőttünk, most meg ugye 100-120 ezeret lövünk egy évben, amikor 5000-et lőttünk, akkor is a szaksajtó tűrhetetlen mértékű vadkárokról számolt be, és akkor kezdődtek el ezek a kerítésépítések, és aztán ez egy öngerjesztő folyamattá vált, mert ugye minél több területet bekerítünk az erdőn, annál szűkebb területre szorítjuk össze a vadat, és annál intenzívebben fog azon a megmaradt területen károsítani. Tehát nyilván az egyik komoly megoldás az állománynak egy olyan szintre csökkentése, amikor már nem, vagy csak kevés mennyiségű kárt okoz. Egy körülbelül 50 hektár per egy szarvas állomány nagyságot, ha meghaladja a vadlétszám, akkor ugrásszerűen megnő a vadkárnak a mennyisége. Tehát valószínűleg ennek a közelébe kéne a vadlétszámot csökkenteni, és akkor valószínűleg nagyságrendileg csökkenne az erdei vadkárnak a mennyisége. Hogy kerülnek a méhek az egyetem botanikus kertjébe? Ez egy nagyon jó kérdés. Kovács Zoltán kollégámmal körülbelül 10 évvel ezelőtt beszélgettünk, hogy méhészet, hiszen ő régebb óta méhészkedik, hogy nincs az egyetemen, illetve az erdőmérnöki karon méhészeti oktatás. És így kerültek a méhek ide. Kiderült, hogy a méhek nagyon sok minden egyéb jó tulajdonsággal is bírnak. Van egy nagyon jó tulajdonságuk, hogy azt a területet, ahonnan a nektárt gyűjtik, nagyon jól letapogatják. Mindent összegyűjtik a nektárt, ebből lesz a méz, összegyűjtik a pollent, ezzel táplálják az utódaikat, néha mi is elveszünk belőle, és összegyűjtenek egy propolisz nevű anyagot, ami mindenféle ilyen ragacsos anyagból származik, vadgesztenye rügyéről, cseresznyefa mézgájából, és ezt is beviszik ilyen védőanyagként a kaptárba. Na, ezek az anyagok aztán nagyon sok minden olyat tartalmaznak, amik leírják a környezetet, hogy van-e ott szennyezőanyag, mennyire tiszta az a környék, és ezeket a mintákat aztán mi meg is tudjuk vizsgálni.
Nagyon sokféle kaptár van, a különböző méhészek különböző kaptárakat használnak. Nézzük meg, hogy hogyan is dolgoznak itt a méhek. Ezek az újságok nem azért vannak itt, hogy olvassanak a méhek, hanem nagyon jó hőszigetelő, illetve nedvességfogó is. Ha jól megnézed, itt a nejlon alatt már lehet látni, hogy itt nagyon aktívan gyűjtögetnek, és akkor fogjuk a füstöt. Ugye, amikor én ide befújok egy kis füstöt, akkor úgy érzik, mintha égne az erdő, idézőjelbe, és bemennek, behúzódnak a kaptár belsejébe. Bár így nyár vége felé már olyan túl sok mindent nem tudnak gyűjteni, de azért, ha még megnézünk egy-egy ilyen keretet, még lehet látni, hogy valószínűleg van benne méz. Nézzük meg ezt a... Lehet látni, hogy igencsak sokan vannak benne, ott csillog a friss méz, illetve hát még nektár. Ez valami különleges méhfajta? Igazából ez szerintem Magyarországon talán a legelterjedtebb fajta, ez úgynevezett krajnai méh. Nekünk itt ez a négy méhcsalád ebből a krajnai méhből van. Azt is lehet látni, ha megnézed, itt vannak ilyen kis sárga pöttyök, azok a pollennel feltöltött kis részecskék. A viasz az maga az egész lép, abból veszünk mintát. A méz itt benne a kis sejtekben abból lehet, illetve amit itt körbe minden egyes keretnél, illetve magánál a fióknál is lehet látni, ezek a részek, ez a propolisz. Ezt szoktuk begyűjteni, kis csövecskékbe begyűjteni, és utána megfelelő kémiai elemzésnek alávetni. Ez az, amit majd a laboratóriumban fogunk megnézni. A méhek által termelt kaptártermékeket, mint a propolisz, a nektár, a pollenek, ezeket hogyan vizsgálják? A különböző kaptártermékek vizsgálata során nehézséget okoz, hogy nagyon összetett anyagokról van szó. Csak hogy szemléltessem, a méz körülbelül mintegy 300, a propolisz körülbelül 200 vegyületből áll. És további nehézséget okoz az is, hogy a környezetre ártalmas anyagok, például a pakvegyületek, bétex vegyületek, illetve a különböző peszticidek mind nagyon alacsony koncentrációban vannak jelen ezekben a termékekben. És milyen információkat tudunk nyerni ezekből a kaptártermékekből a környezetünk tekintetében? Méhek gyógyszeres kezelését lehet rámutatni, illetve a földterületnek, a mezőgazdasági földterületeknek a növényvédőszeres kezelése is kimutatható. Továbbra az úgynevezett pakvegyületek, amelyek a hosszabb nevén a policiklikus aromásszén hidrogének, ezek a szervetlen anyagok tökéletlen égése során keletkeznek. Szintén nagy mennyiségben felhalmozódhatnak a méhészeti termékekben, akkor a festékgyártás melléktermékei, a bétex vegyületek is, illetve még a különböző nehéz fémek is kimutathatók benne elemtartalmi vizsgálatokkal. Fogyasztás szempontjából az ember számára ezek okozhatnak valami problémát? A különböző méhészeti termékekben nagyon alacsony koncentrációban vannak jelen a pak, illetve a bétex vegyületek. Még sosem értünk olyat, amelynek a koncentrációja meghaladta volna az előírásnak megfelelő határértékeket, tehát biztonságosan fogyasztható a méz. Nos, itt az asztalon van néhány méhészeti termék. Mit tudunk itt bemutatni a nézőknek? Milyen vizsgálatot? Itt különböző fajta méznek a színét, illetve a struktúráját figyelhetjük meg, hogy mennyire változatos maga a méz. Itt a legelső, nyugodtan lehet kóstolni is, hogyha szeretné. Ez egy akácméz. Nagyon finom, és én egyébként az akácmézet szeretem, bár nem vagyok cukorbeteg, de hogy a cukorbetegeknek is lehet fogyasztani az akácot, a többit azt nem ajánlom. A méz szempontjából nagyon fontos még ugye a cukor összetételnek a vizsgálata. Ugye a megcukrosodott méz, mint például a repce, látszik ez nem azt jelenti, hogy megromlott vagy rossz, csak eltérő a glükóz-fruktóz arány benne. És ezek az edények mire valók? Ezekben az Erlenmeyer lombikokban szoktuk mérni a különböző mézeknek a savtartalmát, és arra gondoltam, hogy nézhetnénk egy ilyen savfogvizsgálatot ezeknek a segítségével. Mi van? Ebben most mi van ebben az edényben? Ebben csak méz van és víz. És ehhez teszünk hozzá néhány csepp bromtimol kék indikátort, és nátriumhidroxid oldattal fogjuk megtitrálni a színváltozásig. Ez úgy működik, ez egy automata büretta, befogjuk ezt a lyukkal,
és ennek a segítségével ilyen ráállítjuk, automatikusan beáll nullára. Igen. És akkor jobb kézzel, kicsit csukló mozdulatokkal csepegtetjük bele az oldatot. Megtörtént a színváltozás, és leolvasható, hogy 0,95. És ez egy repceméz, azért én alacsony a savtartalma. Ami nekünk csupán kellemes kirándulási helyszín, a kutatóknak izgalmas kérdések, zölden susogó birodalma. Az egyetem sokfélesége voltaképp leképezi magának az erdőnek végtelen sokszínűségét, segít megérteni működésének mozgatórugóit, és eligazít bennünket abban is, miként avatkozzunk be, ha zöld barátunkat veszély fenyegeti. Tudással az erdőért. Lehetne a jelszó nem csak Sopronban, de bárhol másutt is az országban, ahol értő kézzel kezelik hazánk pótolhatatlan természeti kincseit, erdeinket.